A rendezvénynek a Balaton déli partján fekvő Siófok adott otthont, ahol az idén már negyedik alkalommal rendezték meg a Nemzeti Regattát, azaz Magyarország településeinek vitorlás fesztiválját. A versengésre ezúttal 50 csapat nevezett be, köztük Baja városa is. A megnyitón Kollár József, a Balatoni Hajózási ZRT vezérigazgatója köszöntötte a megjelenteket. Beszédében hangsúlyozta a biztonságos versenyzés fontosságát, megemlékezve az elmúlt napokban történt budapesti hajókatasztrófáról. A sárkányhajó futamok eredetileg a Sió csatornán zajlottak volna, de hosszas egyeztetés után az időjárás miatt végül a Balatonon szállhattak hajóikba a csapatok. A Spartacus Sportklub tagjai már az első futamuk során a legjobb idővel, egy teljes hajóhosszal megverték ellenfelüket. A következő párbajra azonban csak másnap reggel kerülhetett sor a szeles időjárás miatt, mondta a csapat edzője Márton Mihály. Győztünk a futamunkon, további futamra nem tudtak sort keríteni nekünk, mert ugye amikor vízre szállhattunk volna, akkor elrendették a másodfokú viharjelzést, és stopp, vége, állj, vége lett a versenynek. El is pakoltak a szervezők. Most azt várjuk, mert ugye megint az van, hogy az időeredményeket fogják nézni, és aki a legjobb időt futotta, az fog nyerni. Csak most izgulunk, mert nem tudjuk, hogy a tegnapi időeredményünk számít-e, vagy csak a mai. A délutáni eredményhirdetésen kiderült, felesleges volt izgulni. A csapat a dobogó legfelső fokára állhatott fel a legjobb teljesítménnyel. A sárkányhajó mellett vitorlás verseny kategóriában is indultak a bajaiak. Az amatőrökből álló csapatnak ez alkalommal nem sikerült a továbbjutás. Azonban nem csak a vízen, hanem a szárazföldön is megmutathatták, mit tudnak. Színvonal a színpadi produkcióval készültek, valamint a helyi értékeket bemutató stand szépségversenyre és a települési ízek versenyére is beneveztek a bajaiak. Ebben a kategóriában szombaton sikerült megszerezni a legszínvonalasabb kiszolgálás külön díját. Felcsák Róbert polgármester a helyszínen szurkolt és gratulált a csapatnak. Talán olyan, mintha hazajönnénk, hiszen itt mi már hagyományosan részt veszünk a siófoki regattán, és elég szép eredménnyel büszkék lehetünk a bajaiakra. Polgármesterként is azt hiszem, hogy kitüntető látni azt, a fogadtatást, ahogy fogadnak itt bennünket, hiszen hagyománya van annak, hogy a bajai csapatok jól szerepelnek. A bajai delegáció az idén is rengeteget készült a versenyre, hiszen a kétszeres győzelem után magas elvárásokat támasztottak magukkal szemben. S bár a címvédés ez alkalommal nem sikerült, a csapat egy jó hangulatú hétvégét tudhat maga mögött. Kaptunk hideget, meleget, szárazat meg esőt, szó szerint mindenből jutott a hétvégén. Én úgy gondolom, hogy ami tőlünk tett, mindent megtettünk az idén is, úgyhogy ahogy az eddigi években is. Sajnos sok mindenben nem állt mellénk a szerencse, de lelkesek vagyunk. Az országos rendezvény kiváló alkalom a települések számára, hogy megismertessék kincseiket és értékeiket másokkal, hangsúlyozta Bócsa Barnabás. Én azt hiszem, hogy egy ilyen találkozón, ahol a települések nagy része, vagy jó része itt van, akik nem csak Balatonpartiak, hanem az ország minden részéből, ott kell lennünk. Ennek marketing szempontja elsősorban, ahogy ezt tudjuk, hogy mi mindig igyekszünk direkt marketingben is építeni azokat a kapcsolatokat, azt a kapcsolatrendszert, ami Baja érdekében szeretnénk állítani. Másrészt pedig azt hiszem az, hogy az eddigi két győzelem, amiben az összetett díjat el tudtuk vinni, hát az is kötelezett bennünket arra, hogy az idejében is el kell jönni. Fődíjat idén az alig 300 lakosú Nyím község nyerte. Ennek ellenére szombaton és vasárnap is büszkén csillogtak a szemek a sárga egyenruhába öltözött bajai csapat táborában.